Könyvbemutatóval kezdődött el péntek kora délután a 24. Jászvilág találkozó. Az eseményen a Civil Kurázsi című kötetet mutatták be, mely a közösségszervezés egyik fontos színterének, intézményének, a Magyar Népfőiskolai Társaságnak a rendszerváltástól napjainkig terjedő történetét mutatta be. Tényleg egy óriási fejlődés zajlott le a néhány évtized alatt, és nagyon megtisztelőnek veszük, hogy a Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság, illetve a Jásság világtalálkozója itt van. Meghívták ezt a erre a rendezvényre a könyvbemutatót. A kötet szerzői már a Magyar Népfőiskolai Társaság gondolatának csírájától végigkövetik a közösség életét, harcait, kompromisszumait. Fontos kutatási területként tekintenek az adott témára. A cél az volt, hogy egy olyan dokumentum kötet szülessen, amelyek alapvetően forrásmunkákra épül, másrészt pedig olyan személyes interjúkra, amelyek a közvetlen részvétet és a részvételt teszik lehetővé, értelmezhetővé. A könyvbemutató után hivatalosan is elkezdődött a 24. Jászvilág találkozó. És ezzel a világ találkozót a jászoknak, a kunoknak megnyitom. Jászfényszaró kitárta a kapuit, várjuk Önöket! A megnyitó ünnepségen Kovács Sándor országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy példamutató a jászok hagyományőrző tevékenysége és összetartó közössége. Ilyenkor a jászvilág találkozón mindenképpen meg kell emlékezni és fel kell eleveníteni egy különleges nép, amely nem csak Magyarországon, hanem talán világviszonylatban is egy különleges nép történetét, fontosabb epizódjait. Mert ilyenek a jászok, különlegesek és egyedülállóak. Piroska Miklós, a megyei közgyűlés elnöke méltatta Jászfényszaró fejlődését, gazdasági erejét, és gratulált a városnak, hogy ilyen impozáns környezetben tudják megrendezni ezt a háromnapos rendezvényt. Jászfényszaró az a település, amely bár nem szülő városom, de mégis nagyon közel áll hozzám, mint szomszédvár szülöttéhez, hiszen én jó magam jászberényi vagyok. Úgy gondolom, hogy Jászfényszaru az elmúlt években elért eredményeire nagyon-nagyon büszke lehet, és abban is biztos vagyok, hogy méltó helyszínt jelent a Jászvilág találkozónak. Az ünnepség végén átadták a felújított régi parókia épületét, melynek elődje a templomban egy időben épült. Kereskedelmi, szolgáltató és információs pontként fog működni a jövőben.